Dr. Skita Erika, értsünk szót, program vezetője, alapítója. Azt a témát feszegetitek, hogy lehet-e büntetés nélkül nevelni? Mi a különbség a büntetés és következmény nélkül? Mit gondolsz? Hát alapvetően a büntetés az valamilyen fajta szankciót vagy retorziót jelent, a következmény pedig minden egyes cselekedetnek van egyfajta következménye, ezt nem mi tesszük hozzá a büntetést, ez általában valami hozzáadottat jelent, ami nem jár automatikusan a cselekménnyel, a következmény pedig az, ami egyik cselekményből folyik a másik, és minden egyes cselekedetünknek van következménye. Lehet a gyerekeket adott esetben egy hisztiző kisfiút a busz megállóban, aki nem akarja fölvenni, elvenni a játékát, vagy egy nagyobbacska kisfiút, aki az iskolapan már elfáradt tanulni, arra motiválni, hogy dolgozzon, hogy tegye meg, és vannak ezek módszerek, trükkök, amivel rá tudjuk őket venni az együttműködésre. Én azt gondolom, hogy vannak, mert hogy nem a büntetés az a megfelelő módszer, ami motiválhatja őket ilyenkor. Leginkább meg kell találni azt, hogy mi az, ami őket személyenként motiválja. Vannak nyilván ilyen általános módszerek, amikor nem azt mondjuk el neki, hogy mi az, amit ne csináljon, mert akkor ezzel felhívjuk bizonyos cselekedetekre a figyelmét, hanem adunk olyan utakat neki, megmutatjuk, hogy merre terelgetnénk, merre szeretnénk, hogyha ő menne, és sokkal együttműködőbbek azok a gyerekek, akik a pozitív kommunikációs formákat kapják, mint azok, akik csak azokat tudják, hogy miket nem csinálhatnak. Mondanál egy példát, egy gyakorlatból vett, akár a saját gyerekeidnél működő modellt? Jó, nagyon jó. Az én kislányom például 4,5 éves, hogyha azt mondod neki, hogy amíg nem veszed fel a cipő, addig nem tudunk kimenni játszani, ez egy teljes kata. Ettől kezdve így megáll, és akkor ő semmit nem hajlandó csinálni, de azt mondod neki, hogy amint rajtad van a cipőt, ki tudunk menni játszani, ugyanazt mondtam el tulajdonképpen, hogy cipő nélkül, cipővel tudunk csak kimenni, ez egy egészen más reakciót vált ki belőle. Tehát, hogy ez ilyen nagyon picike kis kommunikációs fordulat nyilván. Ugyanez vonatkozik arra, hogy ha azt mondod a gyereknek, amikor melletted motorozik vagy biciklizik, hogy maradj a járdán, és nem azt mondod neki, hogy ne menj le az útestre. Ezek csak ilyen nagyon picike változások, de alapvetően hajlamosak vagyunk rögtön a tiltásokat mondani a helyet, hogy kicsit átfordítanánk ezeket a mondatokat. Hogyan lehet a büntetést és a következményt szignifikánsan elkülöníteni? Tehát inkább motiválom azzal, hogyha megtanulja a leckét, ha ötöst hoz, ha jó jegyeket szerez, vagy azt mondom, hogy akkor viszont nem járhatsz annyit edzésre. Én azt gondolom, hogy a kettő között megy. Az egyik a büntetés, a másik a jutalmazás. Én azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amiket azért csinálunk meg, mert ez a dolgok természetes rendje. Tehát, hogy nálunk nincsen jutalom azért, mert valaki összepakolja a szobában a játékait, mert különben az a következmény, hogy különben nem fogunk tudni elővenni még valamit, vagy nem tudunk társasjátékozni, mert így nem férünk el tovább. Tehát, hogy vannak dolgok, és hogy minden egyes családban mások a keretek, azt gondolom. Tehát, hogy ami nekem megfelelő, az elképzelhető, hogy egy másik családban egyáltalán nem elfogadható. Amit én megengedek, az egy másik család nem, vagy fordítva, van, aki azt mondja, hogy lehet, mit tudom én, szőnyek fölött csipszetelni nálunk, az érkezőben van az evés. Hát, minden szabály más családonként, és hogy az a fontos, hogy azokat, amiket kialakítunk kereteket, azokat mi meg tudjuk tartani, és hogy lássa azt a gyerek, hogy nem csak rá vonatkoznak a szabályok, hanem a szüleire is vonatkoznak. Most itt a büntetés nélküli konferencia előtt beszélgetünk. Lehet tanulni ezeket a pozitív kérdéseket, ezeket a pozitív attitűdöket a gyereknevelésben? Én nagyon bízom benne, hogy igen, mert ez már a 6. év, ugye, mi ezzel foglalkozunk, és több mint 500 szülővel találkoztunk az idő alatt, és nagyon pozitív a visszajelzések, és én azt gondolom, hogy sok olyan szülő lesz itt, aki már volt nálunk valamilyen tanfolyamon, és ők szeretnék ezt megerősíteni és tovább folytatni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy fejleszthető készség. Kommunikációról beszélünk, szemléletváltozásról beszélünk, ezek nem kőbevésett dolgok, mindig tudunk változtatni, és mindig tudunk tanulni. Hát akkor reméljük, hogy tudjuk őket motiválni, értsünk szót. Köszönöm szépen. Köszönöm.